Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésekért igazgatója. Itt van velünk a vonal túlsó végén, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Németországról lesz szó, és ellentmondásosak a hírek, mert ugye ha az orosz-ukrán háborút nézzük, akkor Olaf Scholz német kancellár van, amikor ezt mondja, van, amikor azt, szállítanak fegyvert, nem szállítanak, ilyen fegyvert szállítanak, olyat nem szállítanak, elindul az északi áramlat, szóval minden van. Miért ez a kettős beszéd? Németország, mint Európa legnagyobb országa, és élén Olaf Scholz kancellárral nyilvánvalóan ebben a nehéz kérdésben kiegyensúlyozott pozíciót kell, hogy képviseljen. És amit Németország tesz, bármilyen területen, mindig automatikusan úgymond egy példa, vagy másoknak egy iránymutatás is lehet. Jelenleg az Európa diskurzusokban fellelhető egy olyan attitűd, hogy nagyon harciasan élébe kell állni ennek a konfliktusnak, nagyon erősen fel kell fegyverezni Ukrajnát, de vannak ugye olyan álláspontok is, amelyek azt mondják, hogy ezzel óvatosabban kéne egy kicsit bánni, és nem a háborút prolongálni. Olaf Scholz abban a nehéz helyzetben van, hogy aki nem csak a német elvárásoknak kell megfelelni, egyben a erős nyomást külföldről kezelni, itt konkrétan Ukrajnára gondolok, és hadd emlékeztessem a hallgatókat arra, hogy a most leváltott Andrej Melnik Ukrajnának Németországba akarját nagykövete nagyon hangosan és erőteljesen követelt több fegyver, több támogatást, hanem Olaf Scholznak egy európai közvéleménnyel is meg kell küzdenie, sőt, Németország, mint Európai Unió legnagyobb országának itt egy döntő szerepe van. Szóval kettős játszma van itt. A lózungok terén nagyon elhatározott a német kormány, hogy itt úgymond szállít fegyvereket. Szállítások történtek már konkrétan, de nem azzal a vehemenciával és azzal a dimenzióval, amit az ukránok kívántak volna. A német belpolitikában annyit hozzá kell fűznünk, hogy a zöld párt az, aki nagyon erőteljesen követeli a további fegyverszállításokat, élén Annalena Baerbock külügyminiszterrel, aki minap úgy nyilatkozott, hogy ő megígérte az ukránoknak, és a német választók erre mit gondolnak, ez őt már nem érdekli. Szóval ez az attitűd uralkodik, és itt kell Olaf Scholznak okosan lavírozni, és most jelenleg tényleg egy kicsit gyenge vezetőképét mutatja, de azért ez nagyon nehéz, finom diplomáciai munkát igényel. És ön szerint mi a valós szándék? Segíteni Ukrajnának, vagy nem segíteni Ukrajnának? A német közvélemény egyöntetűen látja a konfliktusnak a forrását, és nagyon erősen támogatja Ukrajnát. Nekik ugye nincsen kisebbségük, illetve már nagyon-nagyon kicsi kisebbségük Ukrajnában, úgy, mint nekünk magyaroknak Kárpátalján. Ők azt a dimenziót látják, hogy itt egy kisebb országot megtámadja egy nagyobb ország, és így nagyon nehéz helytállni a realitásokkal, ugyanis a helyzet azért nagyon bonyolult, és nem egyértelműen kijelenthető, hogy és mint, és hogy a konfliktusnak különböző végkimenetelei lehetnek, ezért próbál ők lavírozni, és főleg Olaf Scholz. A zöldek részéről eléggé elhatározott a képlet, és a liberális párt is ebben partner. Minél több fegyver Ukrajnában, minél erősebb szankciók, és aztán az oroszokat ezzel úgymond le lehet küzdeni. Scholz ezt egy kicsit azért differenciáltabban látja, és itt van a nagy nehézség. Annyit azért meg kell említenünk, hogyha megnézzük a diskusziókat, a vitákat, például a régiónkban is, mondjuk akár Lengyelországban is, a balti országokban is, ők azért mindig egy kicsit tartanak a, úgymond, a németeknek a vélt, vagy akár valós orosz barátságától, és ez mindig egy kicsit ez a vitákban benne van, ez a dimenzió is, hogy vannak itt egyes Európa partnerek, akik nagy félelemmel tekintenek erre a szemükben kicsit hezitáló német politikára. Egyébként ugye a német-orosz szövetség az kezdett egész szépen alakulni, többek között az északi áramlat 2 megépítése kapcsán, a nyersanyagipar kapcsán, és ez ugye most nyilván az orosz-ukrán háború által megváltozott, de hogy egy átlag német ember az alapvetően orosz ellenes? Szerintem ezt így nem lehet kijelenteni, ugye mindig különbséget kell tenni országok és az emberek között, és az országoknak az egyes politikai vezetések között. Az orosz ellenes szót ezt így nem használnám, és meglepő módon pont Kelet-Németországban, ahol ugye volt szovjet megszállás, sokkal differenciáltabban látják ezt a kérdést. Nyugaton, Nyugat-Németországban nagyon gyakran nagyon harciasan orosz ellenesek a demokrácia, a jogállamiság és ilyen lózungok mentén. Na de a kelet-németek, akik konkrétan éltek orosz megszállás alatt, szovjet megszállás alatt, egy kicsit óvatosabbak, és látják a realitásokat. Szóval itt a tekintetben a német társadalom megosztott.
Nyilvánvalóan egyes politika körökben, főleg a zöldeket említettem, de akár említhetem itt a konzervatív CDU-CSU-t is, illetve annak a fősodrát, azért elég erősen elkezdett dominálni az az álláspont, hogy Oroszországot minél inkább vissza kéne verni, és nem a kiegyezésre, hanem egy kicsit harciasabb attitűdre helyezik a hangsúlyt. Itt egyébként az erős atlantista, konzervatív atlantista gondolkodás érintkezik a zöldeknek a világ megváltó. Egy kicsit azért úgy, igen, békepárti, demokrácia export irányába hajazó politikájával, ez a különös egyveleg. Most ugye 6 hónappal a konfliktus kitörése után, a háború kitörése után, vannak már olyan hangok is, akik egy kicsit azért józanabbul és kiegyensúlyozottabban látják a helyzetet. Élén Michael Kretschmer, Szászország CDU-s miniszterelnöke, aki felhívta a figyelmet arra, hogy például a szankciók terén illene már egy kicsit átgondolni az eddigi forgatókönyveket, mert nyilvánvalóan nem hatnak. Szóval itt azért több hangú kórus van. Ami nagyon érdekes, amit a zöldekkel kapcsolatban mondott, és Annalena Baerbockkal, aki ugye mondta, hogy teljesen mindegy, hogy mit akar a német nép, ő megígért az ukránoknak, hogy segíteni fog, fegyvert kell szállítani, mert ugye, és akkor itt általában az szokott lenni, hogy a fegyverszállítás garantálja a békét, ami már alapvetően egy kicsit ilyen érdekes helyzetet szül. Aztán ott vannak a szankciók, hogy a szankciók fogják majd vissza Oroszországot, vagy a szankciók okoznak károkat az orosz gazdaságnak. De mi a helyzet ezekből a szempontokból a németekkel? Egyrészt ugye látjuk azt, hogy mielőtt még Annalena Baerbock éppen fegyverszállításért küzdött volna, inkább a leszerelésnek a pártján állt, és ugye azt is láttuk, hogy az elmúlt évek során a német hadsereget jelentősen leépítették. Energetika szempontból is látjuk, hogy azért a szankciók legalábbis kihívásokat okoznak a német társadalomnak. Szóval, hogy hatnak Németországra a saját maguk által bevezetett akciók? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon fontos. A német társadalomban ezek a viták nagyon hirtelen szoktak megfordulni, és bár sokáig egy stabil álláspontot képviselnek egyesek, valamikor átugrik a vita, a diszkuszió, az egész párbeszéd a ló túlsó oldalára, és a zöldek esetén ez abszolút kijelenthető. A zöld párt mindig nagyon békepárti volt, ugye az volt a sokáig hangoztatott vélemény, hogy nem küldenek fegyvereket a világon, a német fegyverexportok azok rossz dolgok, főleg nem küldenek fegyvert olyan régióban, ahol fegyveres összetűzések vannak, és ezt nagyon gyorsan feladták. Gyakorlatilag olyanokat mondanak most már, hogy a mi fegyvereink az ukrán békének az áloga, és ilyen elképzelések vannak. Azaz egy gyorsan megváltozott az az álláspont, és itt a német társadalomnak a különböző kihívásaira kell reflektálni, és jelenleg, illetve az elején még a német társadalom nagyon támogatta ezt a harcias fellépést, és most, amikor már egy kicsit már húzódik a konfliktus, nem olyan gyorsan tudtak az ukránok győzni, ahogy ezt úgy elképzelték volna a nyugaton, elhúzódik a konfliktus, konkrétan az energiárak megsokszorosodtak, és esetleg a német gazdaság is meg fogja szenvedni, ugye vannak erre előrejelzések, pont a minap az IFO intézet jelezte előre, hogy harmadik, illetve negyedik negyed évben, illetve az első negyed évben, 2023-mal visszaesés lesz. Azaz most, amikor jön már a realitás, akkor talán már egyesek is kicsit differenciáltabban látják az egészet. Abszolút én is azt mondom, hogy fontos elítélni az orosz agressziót. Egyértelmű a helyzet, van itt egy támadó ország másik ellen, de ugye vannak itt világpolitikai, geostratégiai, gazdasági és egyéb dimenziók is, és Oroszország mindig ott lesz a térképen, egyébként valószínűleg Ukrajna is, de kell egy okos, jó megoldást találni, és az alapvető attitűd, ami itt most jelenleg még uralkodik a német politikában, az az, hogy az egyik fél megnyerheti, ha elég sok fegyvere van. Ezzel gyakorlatilag egy másik gondolkodás is van, ami ugye azt mondja, hogy egy fegyveres konfliktus úgy okos megoldani, hogy kompromisszum, béketárgyalásokra kerül sor, és kiegyezés. Na most az első forgatókönyv arra bazírozik, hogy valaki nyer, de akkor a másik veszít. És kérdés az, hogy egy vesztes az mit jelent a történelemben, ugye tudjuk, hogy egy vesztes fél akár későbbi további agresszióra is hajlamos. Szóval itt kell egy okos, kiegyensúlyozott megoldást találni, és egyébként ebben kifejezetten pozitívan látom Olaf Scholznak a szerepét, aki nem dől be ennek a, hát hogy mond, háborús retorikának, hanem azért sokkal józanabbul, kiegyensúlyozottabban, több véleményt érvényre juttatva próbál itt egy okos álláspontot kialakítani. Mi ebben a műsorban közösen már többször mondtuk, hogy Olaf Scholz pozitív csalódás, ugyanakkor meg azt is egyre több elemzőtől hallom, hogy a jelenlegi események még Angela Merkelnek az emlékét is megszépítik, meg hogyha Angela Merkel lett volna, akkor ez a háború ki sem tört volna, és máshogy kezelte volna ezeket a problémákat. Ön is így látja?
Az egyértelmű, hogy amikor nincsen erős vezetés Európában, és jelenleg nincsen erős vezetés Európában, akkor ilyen konfliktusok ki tudnak törni. Na most Merkelről tudni kell, hogy Putyinnal nem azt mondom, hogy jó viszony, de korrekt viszont ápolt, és beszéltek egymással, ráadásul mind a kettő ezt anyanyelven tudta megtenni a másikkal. Putyin beszélt németül, Angela Merkel oroszul. És nem azt mondom, hogy most ez mindenképpen nem következett volna be, de más volt a hatalmi struktúra Európában, a hatalmi architektúra. A francia parlamenti választások után kiderült, hogy Macronnak nincsen többsége a parlamentben, az a Macron nem egy erős szereplő. Olaf Scholz egy új szereplő, aki még most találja meg a helyét. Igazi európai vezető nincsen. Magyarországnak van egy erős politika vezetése, de Magyarország egy középméretű ország, és talán olyan mértékben, nyilvánvalóan nagyobb a jelentősége, mint a ország méretéből fakadóan lenne, de mégis nem Magyarország tudja egyedül dominálni az egész Európa politikát. Azaz az Európa politikában van egy hatalmi vákuum, és ugyanaz is igaz, hogy Amerikában most egy olyan elnök van, aki az előző elnökhöz képest gyengébbnek tűnik, és nem olyan határozottnak tűnik, és itt gyakorlatilag ebben a vákuumban bele tudott jönni ez a konfliktus, és összességében, rövidre zárva, és a kérdésre válaszolva, én aláhúzom azt az álláspontot, hogy Merkel lenne, akkor nagyobb valószínűsége lett volna annak, hogy nem így alakulnak a dolgok. Nagyon érdekes, amit az európai vezetőkről mondott, de valóban ennyi múlik? Tehát, hogy nincs karizmatikus, meg rátermett vezető, és akkor összeomlik a világ? Hát ez most nyilvánvalóan sarkított álláspont, és ez egy kicsit talán túlzás lenne így mondani, de nagyon sokat számít, hogy milyen hatalmi atmoszféra, hatalmi struktúrákra talál egy ilyen háborús konfliktus, és szerintem okos vezetés megoldotta volna, hogy ezt a problémát akár előzetesen, preemptív módon kezeljék. A vezetés az ugye arról is, okos vezetés ugye arról is híres, hogy ilyen kérdéseket, ilyen konfliktusokat előre lát, és kezelni tudja. Na most ez így nem nagyon történt meg, és én úgy vélem, hogy Merkel ezt talán okosabban tudta volna kezelni, mint sokan mások. Nem azért, mert most Angela Merkelt most magasztalni szeretném, de szerintem ő egy tapasztalt vezető volt, akinek sok nemzetközi kapcsolat volt, nagyon sokat látott, józanul kiegyensúlyozott látja a világot. Egyébként az is lehet, hogy a Scholz már 10 éves kancellárságot tudna maga mögött, már akkor is egy kicsit más lett volna a helyzet. Ugye Scholz még akkor éppen, hogy csak 3 hónapja volt hivatalban, most sincs még egy éve, és így úgy vélem, hogy még a vezetés Németországban és Franciaországban is még rendkívül gyenge. A minap egy kedves ismerősömmel beszélgettem, aki egyébként egy határszéli város Kőszegnek a polgármestere, és ő tette fel azt az egyébként szerintem nagyon jogos kérdést, meg mondta, hogy kérdezzem meg majd valami szakértőtől, akikvel beszélgetek, és szerintem ön erre tud is válaszolni, hogy mi lehet az oka annak, hogy Krím óta azért lehetett látni, hogy az orosz-ukrán feszültség benne van a levegőben, és akkor még bőven Angela Merkel volt hatalmon többek között Németországban, és az európai vezetők miért nem tettek lépéseket arra, hogy megakadályozzanak egy durvább eszkalációt? Nem sejtették, hogy ez lesz, vagy sejtették, csak nem akartak belenyúlni? Mert itt viszont már akkor látható Angela Merkel felelőssége is. Igen, itt ugye egyesek felvetik, hogy a Merkel a túl megértő politikára szemben generálta volna ezt a konfliktust, vannak ugye álláspontok. De ugye az is igaz, hogy elszoktunk attól Európában, hogy gyakorlatilag tőlünk pár 100 kilométerre tényleg egy tradicionális, hagyományos eszközökkel vívott háború tör neki. Ez úgy valahogy úgy sokaknak nem volt a látókörében. És talán az is igaz, hogy okos megoldást találni az mindig nehéz. És sok előlátást igényelt volna. Én nem tudok erre most egy receptet mondani, de való igaz, hogy erre nem gondolt senki. Viszont ha átnézzük az orosz vezetőknek, illetve Vladimir Putyinnak a nyilatkozatait, és tudjuk, hogy esetleg az orosz néplélekben, orosz társadalomban, hogy reflektálnak bizonyos eseményekre, akkor mondjuk nem azt mondom, kikövetkezhetető, de lehetett volna rá gondolni, hogy itt esetleg van a némi realitása annak, hogy Ukrajna keleti részeire az oroszok igényt tartanak. Ezt megmutatták 2014-ben, és ez most igazándiban manifesztálódott. Ezek nem új keletű dolgok, régóta zajlanak, és mindig nagyon fontos azokra a szakértőkre, azokra Oroszországgal foglalkozó emberekre hallgatni, akik ott élnek. Én minap részt vettem egy zárt körű konferencián, ahol mindenki, a németek egyhangúan azt mondták, hogy hát mindenképpen az ukránok megnyerik, csak elég sok fegyver kell. Akkor jelentkezett az az egy német, aki konkrétan Oroszországban él és dolgozik, és ott egy német civil szervezetet képvisel, és ő azt mondta, hogy hát ez pont, hogy ellenkezőleg van. Szóval érdekes, hogy ugye vannak politikai lózungok, elképzelések valahol Brüsszelben vagy máshol,
és vannak a konkrét tapasztalatok terepen, és talán a német politikában, vagy az egész Európa politikában azt a hívát követték el, hogy keveset hallgattak azokra, akik tényleg ott voltak, úgymond tűz közelben. A hangjából úgy veszem ki, hogy ön sem nagyon hisz abban, hogy ha jó sok fegyvert szállítanak Ukrajnának, akkor megnyerik ezt a háborút. Hát, hogy én mit hiszek, vagy nem, az másodrangú, de ugye a realitások azt mutatják, hogy eddig is már sok fegyver került oda, és sokan ezzel sok pénzt kerestek, de a háborúnak nincsen vége, és csak folytatódik. És ugye egy háborúnál ugye az az ismér, minél többet investált egy fél, és egyébként ez minden más emberi körülményre érvényes, minél többet investált az egyik fél, és minél jobban benne van, úgymond már belemártotta magát, annál nehezebb onnan visszalépni. Ez egy pszichológiai dolog is. És nem ott állunk, hogy egyik fél most gyorsan megnyer, és aztán vége, hanem ez egy hosszú dolog lesz. És egyébként arra kell készülni, hogy eznek gazdasági, geostratégiai, politikai, minden más jelentősége lesz, és kihatása lesz Európára. Ugye Zeitenwendéről beszél a német, Olaf Scholz is így mondta, megváltozott az idő, gyakorlatilag fordulat történt. Milyen irányba? És hogy mit jelent ez mindannyiunkra, ez még csak találgatások vannak, de egy kicsit borulátó vagyok Európa jövőre nézve. Németország szempontjából ezekre a változásokra és ezekre a kihívásokra milyen válaszokat tudnak adni? Egyáltalán tudnak-e választ adni, és tudnak-e válságot menedzselni? Kezdjük talán az energetikai kérdésekkel. Ott most mi a helyzet? Mert ugye lehetett azt mondani, hogy meg fognak fagyni a németek télen. Én ezt azért nem gondolnám. Nem, azt nem fognak megfagyni a németek télen, és amikor olyan úgymond lózungokat hallunk, hogy hát akkor fagyoskodunk egy kicsit, és akkor a Putint ezzel legyőzzük, ez azért nem teljesen igaz. Mert pont azok az emberek, akik azt mondják, hogy szívesen fagyoskodnak egy kicsikét, azok általában azok, akik nem nyilatkoznak, akik mondjuk jobb anyagi körülmények között vannak, és mielőtt valaki, aki jobb anyagi körülmények között van, fagy, azelőtt már 30 millió más német már munkanélkül lett, és nincs állása. Szóval amíg oda jutunk, hogy a jó módúak fagynak, addig akkor az egész népesség már más, egész más megélhetési problémákkal küzd. Most kicsit komolyra fordítva a szót, először ugye a szabadidős létesítményeket kapcsolják ki, erre volt már példa, másodjára jön az ipari termelés, ez már egy nagyobb probléma, és harmadjára a lakosság. Én nem hiszem, hogy a lakossághoz fog elérkezni ez a lépés, de ugye ott már ott vagyunk, hogy drágábbak lesznek a rezsiszámlák Németországban, és már ott vagyunk, hogy egyes iparágak bejelentették, hogy nehezebb lesz a termelés, lesznek esetleg leállások, és már emlékeztem hallgatókat arra, hogy tavaly 2021-ben két napon, augusztus 14-én és október 7-én volt már olyan, hogy nem volt elég energia, és a egyes nagy fogyasztókat le kellett kapcsolni. Amikor még nem volt válság, nem volt háború. Ez most abszolút érvényes, és erre lehet számítani, és visszaeshet a német gazdaság, erre vannak ugye forgatókönyvek, ezt említettem. Németországban egyébként a lakosságokat segítve egy úgymond egy rezsicsökkentést vezettek be, pár száz eurót visszakapnak a fogyasztók, támogatják őket, de ez mind nem elég, mert egyes számítások szerint 3000 euró lehet egy átlagos családnak a többlet rezsije, és miután a németek évente egyszer fizetik, mert akkor van elszámolás, sokan még nem döbbentek rá, hogy itt mekkora költségexplózió következik, és az, amit így mi, hogy Magyarországon 2010 előtt, meg egyébként a rendszerváltás éve megéltük, hogy az emberek a hónap végén nehezen tudják csak kifizetni a rezsit, ezt most sok német család saját bőrén tapasztalja, nyugat-német családok is, olyanok, akik ilyet még sose láttak. És ilyenkor mi történik, mert ugye 3000 euró az nagyjából magyar, mostani euró árfolyama mondjuk 1.200.000 forint, és arra nyilván egy magyar ember felhördül, de hogy az már a német keresetekhez képest is egy durva összeg? Német keresetekhez is képest egy durva összeg. Németországban az átlagfizetés durván bruttó 4000 euró, a médián fizetés durván 3600 euró, bruttó havonta. A bruttóból kiveszünk a nettót, és akkor azt mondjuk, hogy ez a 3000 euró évente az durván 280 euró havonta. Az egy átlag keresetnek több mint a 10%-a, vagy hogyha nettóban nézzük, ugye. Szóval ez azért egy tetemes összeg. És itt a németek arra ébrednek rá, hogy az a nagy jólét, ami sokáig volt, és aminek egyébként a válságra utaló jelei már úgy utolsó években azért itt-ott előbukkantak, hogy ez a nagy jólét gazdaság ebből egy kicsit vissza kell venni. A reál keresetek csökkenni fognak, sokan ugye munkahelyi kihívásokkal fognak küzdeni, bizonyára lesznek lebocsátások, bizonyára lesz egy visszafejlődés, és konkrétan az emberek jóléti színvonal vissza fog menni. Németország egyébként nagyon sok válságból úgy vélem nem tudott jól kijönni, szóval a világválságból, a 2008-asból
gondolhatunk akár a migrációs válságra, gondolhatunk a koronavírus járványra, most akár ez a konfliktus, és minden egyes ilyen válságból kicsit úgy meggyengülve jöttek ki, hazánk ellenében viszont megerősödve, és ez egy nagy különbség. Szóval az a elképzelés, hogy mondjuk 2030-ban akár egészen elő lesz Magyarország, ez abszolút nem irreális. Nem azért, mert mi annyit fejlődünk, hanem azért is, mert a bázis, illetve a nyugati országok gyengébben szerepelnek, akár vissza is fejlődnek. Jó magam, több mint 20 évet éltem Németországban, látom az erre utaló jeleket, és ez egy aggasztó jel. És hát ezt most be kell rendezkedni a németeknek, hogy ez így következik, és ez sokak számára sok. Azt mondta, hogy ért és Németországban is látja a jeleket. Melyek ezek a jelek a gyakorlatban? A jelek a gyakorlatban nagyon sok különböző jelek lehetnek. Ugye Németországban most rekordszámú azoknak az embereknek a száma, akik atipikus foglalkoztatásban vannak. Németországban a Schröder kormány alatt bevezették az úgynevezett mini-job, ahol gyakorlatilag minimális fizetést adnak. Gyakorlatilag látszik, hogy az infrastruktúra a nagy kihívásokkal küzd. A iskolarendszer, az oktatási rendszer nagy kihívásokkal küzd. Egyre jobban bezárkózik az ország. Ugye a koronavírusból nem is jöttek igazán ki, és sokkal később érték el azt a szintet, gazdasági szintet, ami a koronavírus előtt volt. Látszik, hogy nem tudnak megküzdeni igazán, a menekültválság, migrációs krízis okozta kihívásokkal, szociális, közoktatási, közbiztonsági kérdések ezek, és erre utaló jelek vannak. És főleg, most csak egy példa, infrastruktúrát említettem, van egy nagy autópályahíd, több nagy autópályahíd van Németország, az egyiket le kellett zárni, mert 3 éve, mert valószínűleg az a sorsa lett volna, mint a genovai Morandi híd, hogy összeomlik. Erről ugye a magyar közvélemény kevés tudomást szerez. Tehát konkrétan egy nagy fontos autópályát nem lehet végigjárni Németországban, hanem ki kell menni a kis falvába kerülgetni. Szóval ez egészen meglepő, ilyen még nem volt. És ezek most csak erősebbek lesznek, ezek a jelek, és a németek most konkrétan ezen a télen látni fogják ezeknek a konkrét, a mindennapjaikban lecsapódó hatásait. Sajnos. Azt mondta ugye, hogy Magyarország akár még jól is kijöhet ebből, de Magyarország mennyire kitett a német iparnak, hiszen ha a német gazdaság esetleg megrendül, az Magyarországra is lehet hatással. Igen, ez ami mindenképpen, ezzel mindenképpen számolni kell, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok német cég van, több százezer munkahely német cégek által generált, és azt is tudjuk, hogy a importunknak a negyede, az exportunknak több mint a negyede Németországgal bonyolódik. Itt abszolút egy kitettség van, mert egy nagyon szoros gazdasági kapcsolatról van szó. Német az a legfontosabb kereskedelmi partnerünk. Magyarország jó maga 13. helyen áll a németekkel folytatott kereskedelemben. Kitett magyar gazdaság, a német gazdaság hatása abszolút egyértelmű. Ez akkor mutatkozik majd, amikor a szállítási láncokkal vannak nehézségek, amikor esetleg kevesebb megrendelés érkezik Németországból, amikor esetleg egyes szektorok leállnak, vagy kevesebbet produkálnak, akkor ez nálunk is meglátszik. Ugye van ez a mondás, hogyha Németország enyhén beteg, akkor Magyarország már súlyos. Ezért én mindig azért drukkolok, hogy Németország ne legyen beteg, és nagyon drukkolunk a németeknek, hogy jól tudja kijönni ebből a válságból is. És végezetül egy utolsó kérdés, hogyha Németországban ilyen energiaválság van, nehézségek, stb., akkor el kell azt fogadni, hogy Németország hanyatlóban van, és innen már nincsen visszaút, vagy lehet társadalmi elégedetlenség, lázadás, jöhet-e új politikai garnitúra, ami akár megváltoztathatja a helyzetet? Hát, hogy lejtmenetben van, és nincs visszaút, és mindennek vége, ezt nem mondanám sose, azért a német gazdaságnál a német társadalom azért erős. Én sosem mondani kell, hogy Németországot le kell írni, vagy hogy vége van. Csak azt mondtam, hogy kicsit nehezebb lesz a németeknek ezt elfogadni, meg ezt nem ismerték még. Egy csomóan kihívás lesz, egészen konkrétan a havi rezsi számla egy német családnak, amit eddig nem ismertek, hogy ez egy probléma. Viszont most ezt meg fogják ismerni. Szóval csomó olyan kihívás van, ami nehézséget okoz. Hogy lázadások lesznek-e, a németek nem arra híresek, hogy a forradalmaknak a forgatókönyvét ott írták volna. És Lenin szerint mielőtt megrohamozzák a pályaudvart, a németek jelet váltanak, de viccet félretéve, látok arra utaló jeleket, hogy lehet ebből konfliktus, krízis, megjósolhatatlan, milyen irányban megy ez. Jelenleg a pártstruktúra, pártszisztéma még stabil, de a szociáldemokraták azért már elvesztették a vezető pozíciókat, amit még a tavaly ilyenkor lebonyolított parlamenti választások alkalmával betöltöttek. Hogy lesz egy új kormány, bizalmatlanságindítvány, megbuki a kormány, ezt én most nem mondanám, nem látnám, nem tartom reálisnak egy év után, de ugye attól függ, hogy milyen dimenziókban jelenik meg ez a válság, ez a krízis, ez a háborús helyzet, a német háztartások mennyire lesznek elégedetlenek. Én inkább úgy látom, hogy a németek sokat kibírnak, és a német gazdaság
erős, de az is igaz, hogy sok krízis volt itt már az utolsó évben, ami a német emberek mindennapjában megnyilvánult és meglátszott. Ezek nem csak konkrétan fogható gazdasági számokon, tényeken alapuló kérdések lehetnek, de akár mentális, közérzeti, közegészségügyi, szemléletbeli dolgok, migrációs válság 15 és az azt követő migrációs hullámok, koronavírus válság 2020, és még most is arról beszélünk Németország, hogy esetleg megint bizonyos lezárások, korlátozások lesznek, ezt egészen borzalmasnak tartom, és most az aktuális helyzet. Egymásra épülnek ezek a különböző krízisek, válságok, és valamikor eléri a társam azt a pontot, hogy már nekik is egy kicsit sok lesz. Ez remélem, hogy nem következik be, és remélem, hogy Németország jól jön ki mindebből, és sikeresen fogják tudni vinni. De mindig arra utaló jeleket kell nézni, hogy a finom mechanika hogy működik, és pont az energiát említettük, hogy a mai napig a zöld párt nem képes arra, hogy meghosszabbítsák az atomenergiának a működését. Ez azt mutatja, hogy teljes mértékben elzárkóztak a realitásoktól, és ugyanúgy viszik a saját politikájukat, és a választóknak, illetve a németeknek a többségének a véleményeket már nem érdekli. Ez szomorú, de hát ez egy politikai kérdés, ezt nem mi döntjük itt el Budapesten, de ez azt is mutatja, hogy nagyon nehéz ott úgymond politikát váltani, valamikor lépést váltani, nagyon nehéz berendezkedni egy új helyzetre, és a dinamizmus ilyenkor egy kicsit hiányzik a német közbeszédből. Bauer Bence, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!